Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal készültem. Agárdon szerveztek regionális találkozót szívátültetésen átesetteknek és családtagjaiknak. A kötetlen hangulatú találkozóra mi is ellátogattunk. És bár mosolyult az arcokon, azért az is kiderült, hogy a műtét bár új esélyt ad az életre, jelentős lemondásokkal és sok-sok nehézséggel is jár. Transplantáltként nagyon sokan azzal szembesülnek, hogy egy kicsit félnek tőlük. Még akár a saját körzeti orvos is, a munkatársak, a munkaadók, tehát egy kicsit úgy tekintenek rájuk időnként, mint ilyen csodabogarakra, holott hát nem kell tőlük félni, sőt, hát nekik sokkal több félnivalójuk van bárkitől, hogy összeszednek valamilyen fertőzést. Hazánkban évente már több mint 50 ember életét mentik meg szívátültetéssel, ami óriási előrelépés a korábbi időszakhoz képest. Kihagyhatatlan az esély, azonban hosszú a gyógyulás útja, és az orvosokkal való kapcsolattartás, az utókezelés élethosszig szól. Egy jól sikerült transzplantáció az érdemben is nagyon komolyan megváltoztatja az életminőségüket. Ugye nagyon sokan a műtét előtt hosszú hetekig, hónapokig ágyhoz kötve kórházban, sokszor műszíven fekszenek. Ehhez képest már önmagában az a tény, hogy elhagyhatják a kórházat, hogy hazamehetnek, hogy elkezdhetik újraépíteni az életüket, az már egy óriási változás. De hát itt is ugye van a spektrumnak két vége, van, aki abszolút teljes értékű életet tud élni, vissza tud menni dolgozni, gyereket nevel, unokázik, kertészkedik, stb. És van olyan, akinek ilyen-olyan-amolyan indok miatt azért egy kicsit rögösebb ez az út, ez a visszailleszkedés. Többször van kórházban, esetleg több szövődménnyel esik át a műtéten, de hát ez ugye folyamatosan az ő tudatukban, meg a lelkükben van, hogy ugye bármikor történhet valami, és ez tényleg így van, hogy bármikor lehet egy kilöködéses epizód, egy fertőzés, amivel kórházba kerülnek, egy nem várt szövődmény. Persze igyekszünk ezeket megelőzni, de hát a leggondosabb odafigyeléssel sem tudunk mindig mindent kiküszöbölni, úgyhogy egyrészt ez azért lelkileg elég megterhelő nekik. Ezért nem mindig olyan egyszerű, akár csak egy egyszerű fogorvosi kezelést megszervezni vidéken, vagy egy munkahelyet találni, ahol nincs fertőzésveszély, nincs olyan mértékű szennyezettség, ami nekik ártalmas lehet, tehát azért ez sem mindig olyan egyszerű. Persze nagyon sok pozitív példát is tudnék mondani, ahol megvárta a munkaadó, megvárta a munkahely, tátkarokkal fogadták vissza, mindent megtesznek azért, hogy olyan körülményeket biztosítsanak, hogy ők tényleg tudjanak dolgozni, de inkább én azt gondolom, hogy a legnagyobb teher az a lelki teher, tehát nagyon sok idő telik el, amíg azt látom rajtuk, hogy úgy tényleg elhitték, hogy túl vannak rajta, és most már úgy egy picikét, ha nem is teljesen, de azért most már egy picikét úgy hátra lehet dőlni, és úgy ebből a nagy feszültségből ki lehet engedni. Ugye említette a megelőzést, hogy a betegségeket, fertőzéseket megelőzzék, és a sterilitást. Ezen kívül mi az, amire még nekik a mindennapok során feltétlen fontosan oda kell figyelni? Ami nagyon fontos, az, hogy az összes orvosi utasítást be kell tartani, bármennyire időnként nehéznek tűnik, akkor is be kell tartaniuk, ez mind-mind az ő érdekeiket szolgálja. Ezek ugye egyrészt azt a higiénés rendszabályoknak a betartása, a bizonyos típusú élelmiszerek, ugye a nem megfelelően hőkezelt élelmiszerek, például egy határvívszeket ők már nem ehetnek életük végéig, vagy egy jó kis véres téket ők már nem ehetnek életük végéig, és azért van egy pár diétás megszorítás, amit meg kell tartani. Ugye nagyon fontos, hogy ezt a szívet, ezt a lehető leghosszabb ideig próbáljuk meg épségben megőrizni, és ezért már a transzplantáció első napján védekezni kell később a transzplantációban például kialakuló koszorúérbetegség ellen. Tehát nekik nagyon-nagyon-nagyon fontos, még hatványozottabban fontos, hogy rendben legyen a vérnyomásuk, a koleszterinjük, a cukruk, természetesen semmilyen káros szenvedélyt. Az ugye egyébként feltétele is a transzplantációnak, hogy káros szenvedélytől mentesek legyenek, de hogy semmiféle visszaesés ne legyen ebbe az irányba. Rettenetesen fontos, hogy sportoljanak erre. Egyébként több egyesület is a rendelkezésükre áll.
nagyon sok világverseny van, és van most már világbajnok szívtranszplantált sportolunk nagyon-nagyon hosszú idő után. Nem kell feltétlenül versenysportolni, de a napi rendszeres testmozgás, azt mindig nagyon kapacitáljuk, hogy ez elengedhetetlen, nagyon-nagyon próbáljuk őket rávenni, hogy lehetőleg kevesebbet hízzanak, ugye kapnak egy jó szívet, egy jó keringést, hirtelen jó lesz az emésztés, hirtelen jó lesz a felszívódás, és akkor azért ugrálnak azért ott a kilók, és hát ez ugye nagyon nem mindegy, hogy mennyi megy föl egy transzplantáció után, és mennyire nem. Tehát összefoglalva annyit tudok mondani, hogy nekik tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy egy egészséges életmódot folytassanak, és a legfontosabb pedig, hogy betartsák az utasításokat, és nagyon pontosan szedjék azokat a gyógyszereket, amikből igaz, hogy nincsen kevés, de mindegyiknek megvan az oka, hogy miért szedik. Még régen ezek a betegek sajnos egy 15 évvel ezelőtt nem élték túl a beavatkozást. Most egy ilyen mindenféle gyógyszeres és eszközös segítséggel átsegíthetők ezeken a kezdeti kritikus fázison, és aztán ahogy a többi szervrendszernek is egyre-egyre jobb lesz a keringése, nyilván ezek egyre kisebb veszélyt fognak majd jelenteni. De összességében végve szigorúan műtéttechnikailag nem a legnehezebb beavatkozás, de megvannak a maga kockázatai. Felépülés mennyi ideig és hogyan zajlik egy ilyen műtét után? Hát ez is, mint minden, ugye nagyon azon múlik, hogy milyen állapotban kerül a beteg műtétre. Ha szerencsénk van, és még egy idézőjelben fentjáró beteg egy otthonról kerül transzplantációra, ott általában egy szövődménymentes műtét után az első 24 órában lekerülnek a lélegeztetőgépről, már 24 órán túl abszolút intenzív gyógytorna kezdődik, ágyból kiültetés, ágy köré felállás. Gyakorlatilag a műtét utáni 4.-5. napon már szobában szoktak sétálni a betegek, és ha minden jól megy, akkor egy hét elteltével az első biopsziás mintavételt követően, hogyha nincsen komoly kilökődés, akkor már osztályra le is kerülnek. Természetesen, hogyha egy beteg sokkal rosszabb állapotban kerül műtétre, esetleg több hetes, hónapos kényszerű fekvés után, az olyan szinten leépíti sajnos az izomzatot, hogy ilyenkor sokkal, de sokkal nehezebb a regeneráció. Volt már olyan, hogy valakit 3 hónap után tudtunk hazaengedni, elsősorban azért, mert vissza kellett építeni az izomzatot, hogy egyáltalán föl tudjon állni az ágyból, el tudjon kezdeni indulni. Tehát sokszor a hazabocsátásnak nem is feltétlenül immunológiai vagy kardiológiai oka van, hanem egészen egyszerűen fizikális nehézségek vannak, de nagyon jó, hál' Istennek nagyon jó gyógytornászok vannak, akik napi sok-sok órában foglalkoznak a betegekkel, adnak házi feladatot, amit aztán ugye este gyógytornász nélkül is el lehet végezni, de én mindig azt szoktam mondani a betegeknek, hogy minden egyes nappal, ha csak egy lépéssel többet tesz meg, ha csak egyel többször emeli meg a lábát, ha csak egyszer többször áll föl az ágyról, akkor egy nappal lerövidítette a hazamenettelig eltelt időt. Új szív, új esély, vallják, akik átestek a beavatkozáson. Nem is tétlenkednek, Agárdon már harmadszor szerveztek regionális találkozót szívátültetésen átesetteknek és családtagjaiknak. A Szív a Szívért Alapítvány azt vallja, nem csak az utógondozás tart egy életen át, hanem a sorstársak közötti kapcsolat is, ami segít a betegséggel is teljes életet élni. Ezért tartják fontosnak évről évre megszervezni ezt a programot. Idén is közös főzésre, csónakázásra invitálták az új szíveseket. A jó hangulatuk kötetlen találkozó lehetőséget biztosított a tapasztalatcserére, a beszélgetésre és a problémák feltárására. Az utóbbi 3 évben kezdtük ezt a agárdi regionális találkozót megszervezni, és az első év annyira jól sikerült, hogy a résztvevők azt mondták, hogy legyen hagyomány, és azóta mind a 3 évben, szeptember első hétvégén megszervezünk ezt a találkozót. Elsősorban azoknak, akik Székesfehérváron, Fejér megyében élő szívtranszplantáltak, és a Fejér megyei vonzás körzetébe tartozó településeken élnek. Ez azért is nagyon jó, mert nincs nagy távolság, hamar megközelíthető, és azok is el tudnak ide jönni, akik mozgásába vagy egyéb módon korlátozottak a hosszabb utazásokra, és itt nagyon kellemes környezetben meg tudjuk szervezni ezt az egynapos találkozót. Itt találkozunk szívsebészeinkkel, kardiológus orvosainkkal, akik hosszú távon kezelnek minket, és itt ilyen családias környezetben meg tudjuk beszélni a napi gondjainkat, bajainkat, nem kórházi körülmények között, hanem tényleg a legbarátibb családi körülmények között. És ők is szívesen jönnek ide, mert egy csodálatos hely. Itt beszélgetünk, főzünk, ebédet főzünk,
és jól érezzük magunkat egy napos programban. Csónakázhatunk, horgászhatunk, és ez nekünk nagyon jó kikapcsolódás, mert elszakadunk a napi gondjainktól, mert vannak, akiknek napi gondjaik vannak, hiába kaptunk új életet, és ezzel nagyon jól élünk, én úgy érzem, jól sárpakodunk az új élettel, de azért vannak gondjaink, amit jó, ha elfejtünk ilyen alkalommal. A program során a fehérvári Koncz Antal volt az egyik főszakács, aki az országban másodikként, Székesfehérváron pedig elsőként esett át szívtranszplantáción. Antal azóta már harmadik szívével él. Volt az első szív átültetés. 92-ben utána volt nagyon sok jó éve, sportoltam minden, és sajnos 20 év után újból elkezdődött ez a betegség, aminek az lett az eredménye, egy második szívet kaptam, és hát ez 13-ban volt, úgyhogy most ezzel élek, de mellette meg egyéb problémák is vannak, úgyhogy azt nem tudom, hogy kell sorolnom, de most éppen ilyen hasi dialízis tükeze minden van. Miért volt szükség egyébként új szívre? Hát sokan megkérdezték már tőlem, hogy azt hiszik, hogy az új szív az végleges. Tehát olyan értelemben, hogy annak nem lehet baj, hát új szív. Na most, hogy milyen volt az a szív, amit kaptam, vagy a testek, az én felépítése, mennyire befolyásolja, meg hát a különböző mellékbetegségek, egyéb. Hát szinte ugyanaz lett a baj, mint az első megelőzően. Úgyhogy így esett az a választás, hogy még egyet kapok. A szabad-e megkérdeznem, hogy az első szívvel, tehát a sajáttal, a legeslegelsővel mi volt a probléma? Hát mondhatnám, hogy kardiomipátia, szívizomgyulladás. És ez halmozódott. Tehát ez több hónap, több éve. Tehát hosszú kórházi kezelések. Csákvár, Fehérvár, Budapest. De nagyon sok kórházban voltam már. És egyébként mit vett észre magán, amikor előjött ez a betegség? Milyen tüneteket érzett magán? Hát ez a hulladás. Fáradtság. Tehát az, hogy 5 méterenként megállni. Bevásárlásnál vagy valami. Tehát én 85 óta vagyok leszállalékolva. És ebből nekem 85-től számítva, 92-től a második szívig volt jó életem. Tehát van értelemben, hogy békes volt. Csak hát aztán újra kezdődött minden előről. Mit szólt egyébként akkor, milyen volt kézbe kapni ezt a diagnózist, amikor először mondták az orvosok, hogy hát új szívre van szükség? Ez nagyon kurcsa, mert aki elsőnek kap szívet, legalábbis én, ugye nem tudtam, hogy miről van itt szó. Amikor azt tájékoztattak, hogy Bárnád professzor csinált ilyet, és hát ugye egy ismeretlenbe mentem bele. És ezért volt rosszabb nekem a második szívátültetés. De akkor tudtam, hogy mivel jár. Tehát az a utógondozásba felmerülő problémákat előre tudtam. Tehát én 4-szer bénultam már le. 4-szer tanultam meg járni. Veseim is leállt többször, úgyhogy sok. Úgyhogy az, hogy ez a megoldás, hogy meddig lesz, de remélem sokáig. Hát ennek ellenére azért én úgy gondolom, hogy mégiscsak sikerül átvészelni ezeket a nehézségeket is talán kis vidámsággal. Muszáj. Optimistának lenni, mert másképp nem megy. Csak úgy. Nem könnyű, de megcsináljuk. Az új szívesek megfogadták, jövőre ismét megszervezik a regionális találkozót, és eljönnek a Velencei tó partjára. Tárkonyos szarvasraguleves, szarvaskolbász vagy éppen gőzgombóc. Ilyen és ehhez hasonló finomságok várták az érdeklődőket a hétvégén Soponyán a 12. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon. Vigyázzat, a következő képsorok éhséget okozhatnak. Különböző
különlegesebbnél különlegesebb ételeket fogyaszthatott az, aki Soponyára látogatott szombaton. 12. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivált, melynek kínálatában szerepel például tárkonyos, szarvasraguleves, szarvaskolbász vagy éppen tépet vadmalac. A főzésnek és a köré szerveződő programoknak a meseszép Soponyai Ökocentrum adott otthont. A szakácsok hagyományos és különleges ételekkel álltak elő. Ez egy vaddisznó, erdei gombás vaddisznó pörkölt lesz, krokettel fogjuk felszolgálni. Milyen kulisszatitkot azért elárulsz a receptről? Egész egyszerű fűszereket használunk, általános fűszereket, semmi titok nincs így a fűszerekből. Mint az a rendezvényen kiderült, a magyarok még mindig kevés vadhúst fogyasztanak. Vadburger, sült, szarvaskolbász vagy éppen gőzgombóc, hát ilyen és ehhez hasonló érdekességek, különleges ételek találhatóak meg itt Soponyán, ezen a csodálatos fesztiválon, de hogy pontosan milyen hagyománya van a Nemzetközi Vadgasztró Fesztiválnak itt Soponyán, azt már is Bitay Márton őrs államtitkár úrtól kérdezem, milyen célzattal indították annak idején útjára a programot. Pont a vadhús népszerűsítése miatt, és örülök a felvezetőnek, amit mondott, mert gyorsan ki is derült a nézőknek, hogy nem csak vadpörkölt van, hanem nagyon sokféle étel van, ami igencsak finom és vadhúsból készül. Azt hiszem, hogy a vadgasztronómiai fesztiváloknak pont ez a lényege. Egy picit felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem kell félni a vadhústól, nagyon finom a vadhús, nagyon jó minőségű a vadhús, és érdemes fogyasztani nem csak itt fesztiválon, hanem otthoni környezetben a konyháinkon is. Mi jellemző egyébként ránk magyarokra, hogy milyen mennyiségben, mennyire fogyasztjuk a vadhúst? Sajnos nagyon kevés mennyiségben fogyasztjuk. Ha azt veszem, hogy Magyarország vadhús nagyhatalom, ha szabad ezt mondani itt az Európai Unión belül mindenképpen, hát ahhoz képest gyalázatosan kevés vadhús fogyasztunk, ami leginkább kormányzati szempontból csak azért bosszantó, mert itt van a kiváló minőségű termék, amiről tudjuk, hogy szinte bio. Itt van a kiváló minőségű termék, amiről tudjuk, hogy szinte korlátlanul áll rendelkezésre, mégis alig fogyasztjuk, aminek a legnagyobb oka, vagy leginkább amiatt van, mert nem ismerjük, hogy milyen módon lehet elkészíteni, és nagyon kevés helyen lehet vásárolni. Na, ezek azok a dolgok, amin változtatni szeretnénk, és most már 4 éve az erdei Delicatessen bolt a hálózat elindításával, vagy a vadhús vásárlásnak a könnyebbítésével próbálunk ilyen apró segítséget nyújtani a fogyasztóknak. Itt a nézők egyébként láthatták már a háttérben, hogy készül a vaddisznó, az őz, a fácán. Hogyha lehet ilyet mondani, leredukáljuk, akkor mi az, ami a vadhúsok közül, hát mondhatjuk így talán, hogy akkor népszerűbb itt nálunk hazánkban? Hát egyértelműen a különféle raguk és pörköltek, amit leginkább ismerünk és fogyasztunk, vagy elkészítünk. Még a sültek is azért ide felzárkoznak valamennyire, de az igazi különlegességek, amit egyébként érdemes is elkészíteni, hiszen maga a hús is különleges, azokat nem annyira ismerjük, és például a vadburger, amit itt említett is, ami azt hiszem, hogy egy modern, mindenki által kedvelt élelmiszernek a vadhús verziója, azt azért nem nagyon szoktuk elkészíteni, de itt, amit a kamera is éppen vesz, pörköltek, raguk, azok azért nagyon egyedi készítésűek és nagyon finomak. Majoros Gábor vezérigazgató Magyarország egyik legfontosabb és legnépszerűbb fesztiváljának nevezte az eseményt. A 12 évvel ezelőtti 3-4 csapathoz képest a mostani 60 induló csapat 300 szakáccsal, ez már egy igazán komoly szám, és én úgy gondolom, hogy talán, hogy az ország legnagyobb vadfőző, vadétel főző versenye, találkozója és fesztiválja a miénk. Nagyon örülök neki, hogy folyamatosan, és immár 12. éve tudjuk megrendezni ezt a rendezvényt. Annak idején egyértelműen a vadhús fogyasztás népszerűsítése miatt gondoltuk azt, hogy talán egy ilyen rendezvény a legjobb alkalom arra, hogy megismertessük az elkészítésnek a fortéjait. És mit gondol egyébként, ha már ugye a népszerűsítés a cél, elérték azt a kitűzött célt, amit annak idején kitűztek maguk elé, tehát mennyire fogyasztunk mi magyarok vadhúst? Én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. A vadhús fogyasztás egy
nagyon izgalmas kérdés. Egy csepp a tengerben, az élelmiszerfogyasztásban, nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenütt. Egy kuriózum termékről beszélhetünk, sajnos egyre fogy a mennyisége, egy korlátozottan elérhető, és itt elsősorban a vadászszezonra, a szezonalitása miatt gondolom azt, egy olyan élelmiszer alapanyag, ami ugyanakkor rendkívül egészséges. Ezt kell tudatosítanunk, és ezt kell, hogy elfogadják és megértsék a háziasszonyok, a látogatók és mindenki, aki ez irányított. A csábító ízek és illatok mellett számos programon vehettek részt a látogatók. A fesztivállal közösen a Fejér megyei önkormányzattal együttműködve megyekorzót, illetve Fejér termék kiállítást és vásárt is rendeztek a helyszínen. Színes ballonok lepték el az eget hétvégén a Velencei tó fölött. Pénteken elstartolt a 24. Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál. Az érdeklődők jól szórakozhattak a szárazföldön, vagy akár a levegőben is. Külön köszöntöm a ballonos barátainkat, akikkel újra együtt lehetünk. Örömünkre szolgál, hogy a 24-et is sikerült megszervezni. Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a 24. Velencei Tavi Nemzetközi Hőlégballon Karnevál pénteken. A program alkalmával Pálosfalvi Brunóról, a Velencei Tavi Hőlégballon Fesztivál megálmodójáról is megemlékeztek a résztvevők. Az agárdi parkerdőbe már pénteken több ezren látogattak ki. A program leglátványosabb része, amikor a színes ballonok a magasba szállnak, a szemet gyönyörködtető repülőszerkezetek a székesfehérvári és agárdi légtérben pompáztak. Sági István versenyigazgató a hőlégballon technikáját mutatta be. Színes ballonok lepték el az eget, 24. alkalommal rendezték meg a Velencei Tavi Nemzetközi Hőlégballon Karnevált, de hogy pontosan hogyan is kell elképzelnünk magát a hőlégballont, illetve annak a technikáján, azt már is vendégemtől tudjuk meg. Itt áll mellettem Sági István versenyigazgató. Hogyan kell elképzelnünk ezt a hatalmas hőlégballont? Milyen technikája van ennek? Ez, amit fölöttünk van, ez egy 3000 köbméteres hőlégballon. A hőlégballon az egy levegőnél könnyebb légijármű, amit a benne lévő meleg levegő emel a magasba, tehát annak a felhajtó ereje, amit egy itt látható gázégővel állítunk elő. Szóval úgy kell elképzelni, hogy most ez egy 3000 köbméteres ballon, tehát 3 tonna meleg levegő van benne. Most éppen leszálltunk ugyan már, de a legteteje az körülbelül 80-90 fokos lehet ennek a levegőnek, ugye lefelé meg csökken. Mielőtt elindulunk, mit kell tudni, milyen fontos információkat? Hát nagyon fontos ugye a ballont, hogy hogy rakjuk össze. Tehát rengeteg alkatrésze van, ezeknek az alkatrészeknek passzolni kell, a bekötéseket ellenőrizni kell, karabinereket ellenőrizni kell, a ballon anyagát ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta szakadás, egyebek, gázpalackoknak megfelelő mennyiségű üzemanyagunk legyen, ugye, ami jelen esetben PB-gáz. Az üzemanyag vezetékek ne legyenek eltörve, ne legyen szivárgás, tehát elég sok összetett dolog az ellenőrzésre. Thank you.
hullám, vagy hogyan befolyásolja az időjárás ezt a csodálatos utat a levegőben? Hát, mi, ahogy az előbb említette, a hőlékből a levegőnek könnyebb légijármű, ezáltal mindennek ki van szolgáltatva, aminek csak lehet. Igazából a legnagyobb ellenségeink az a zivataros időjárás, a termik, szél eredendően. Igazából esőben lehet repülni, csak hát utána ki kell szárítani a kupolát, mert hamar bepenészesedik. Tehát, hogy mondjam, mi akkor szoktuk, általában úgy mondjuk, hogy mi akkor repülünk, amikor más légijármű nem repül, mert nem szeret. Tehát például egy vitorlázógépnek az a lényege, hogy a termik tartja magasban, meg azzal tud magasságot, sebességet gyűjteni. A balonnál ugyanez egy életveszélyes időjárási jelenség, mert kiszámíthatatlanul elkezdi felemelni a balont, majd utána ugyanazon a sebességgel lefelé belevágja a földbe. Tehát, igen, akkor ugye az ivatar, ezt nagyon körültekintően kell ugye a meteorológiai előrejelzéseket kezelni. Nem csak ballonfelszállásra volt lehetősége azoknak, akik ellátogattak az Agárdi parkerdőbe. 24 éve kezdtük ezt a hőlékballon karnevált, és most már kinőtte magát oda, hogy amikor az idő jó, akkor egy szombati napon 4-5 ezer ember látogat ki a mi örömünkre és az ő szórakoztatásukra. Nem csak ballonfelszállások vannak, hanem teljes repülőnap, hogy úgy mondjam, helikopter showval utasrepültetést végeznek, autókiállítás, szimulátorok, kirakodóvásár, tehát mindenki megtalálja a legkisebbtől a legnagyobbig. Színpadi programok lesznek, gólyalábosok, hastáncosok, zenei programok, este utcabál, a Gezarról zenekarral. Jövőre pedig ugyanekkor, ugyanitt. A szervezők jövőre is szeretnék megtartani a programot az Agárdi parkerdőben. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, ne kapcsoljanak el a Fehérvár TV-ről. Jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd önöket, viszontlátásra.